Köszöntöm nézőinket, Önök Pálya című műsorunkat látják. Mai baranyai és tolnai körképünkből megtudhatják, mely sportágakban kezdődött meg a munka, milyen edzőtáborok és napközik zajlanak éppen, valamint hogyan állnak a csapatok az igazolásokkal. Tartsanak velünk, érdemes lesz! Egy nemzetközi porondon is érdekelt hazai élcsapatnak szüksége van több kiemelt főtámogatóra, és emellett jó néhány közepes, illetve kisebb szponzorra is. Az atomerőmű KSC Szekszárd elmúlt 5 évben elért sikereinek hátterében egyre több támogató sorakozik fel. Míg 4 évvel ezelőtt az első összejövetelen mindössze 8-an voltak jelen, a közelmúltban megtartott szponzorköszöntő rendezvényre már csaknem 70-en érkeztek, mint a szekszárdi női kosárlabda támogatói. Amióta hazai nagycsapattá vált a KSC Szekszárd női kosárlabda csapata, azóta nem múlik el bajnoki év, hogy a klub ne köszönné meg szponzorainak a támogatást egy bensőséges hangulatú kellőképpen laza szponzori buli keretében, amely rendezvény igazolt be a KSC-re jellemző általuk hangoztatott családias légköröz, megpróbálja a különböző kategóriájú támogatókat összehozni, akiket az otthoni vitrínbe való míves ajándéktárgyakkal is meglep a klub, ezzel is megköszönve a pénzbeni, vagy éppen természetbeni és egyéb támogatást. Jelzésértékű, az elsőn 4 évvel ezelőtt még csupán 8 támogató volt jelen. 2020 nyarán már zsúfolásig megtelt az egyik neves pincészet étterme az ünnepi eseményen. A szakmai és sportigazgató nem kis örömére az induló évhez képest meg 8-szorozódott a támogatók száma. Ma egyébként szám szerint 65-en leszünk, úgyhogy azt gondolom, hogy kinőtte magát a történet, és minden jelentősebb szponzorunk vagy itt van, vagy pedig valakivel képviselteti magát, és úgy érzem, hogy ez jelzi azt is, hogy értékelik azt a lassan 5 éve folyó komoly munkát és építkezést, amit ebben a klubban ezért a városért, a klubért teszünk, úgyhogy maradéktalanul boldog vagyok. A koronavírus több hazai nagyklubnál is aggodalmat okozott, vajon mennyire érinti ennek gazdasági utórezgése negatívan a szponzorációt. Az atomerőmű KSC Szekszárd vezetése pozitív visszajelzéseket kapott e tekintetben szinte mindenkitől. Így zöld lámpát kaptak egy a tavainál is erősebb szerkezetileg és rotációban jobb csapat kialakítására. Látom az ígéreteket, és látom a csapatot, és látom a jövőt. Egyelőre nagyon komoly szóbeli ígéreteink vannak, de ez mindig így szokott lenni ebben az időszakban, úgyhogy igazából nagyon elégedett vagyok. Ettől a szponzori csapattól az adott szónak már komoly fedezete van. Ezért is szerződtethettek le időben kiszemelt külföldi és hazai játékosokat a koronavírus idején is, ezért írnak alá szerződést, illetve hosszabbítást a meghatározó magyar játékosok. A szerződésben rögzített járandóság mindig időben és hiánytalanul megérkezik ennél a klubnál. A professzionális szint elengedhetetlen fő feltétele, főszponzorok, főtámogatók jelenléte. A KSC Szekszárd 3 legnagyobb támogatójának egyike, a kábeltelevíziós piacon országosan is ismert, nagyvállalkozásnak számító Szekszárdi TAR Kft. Sok sportegyesületet támogatnak Dél-Dunántúlon, kiemelten a legkomolyabban csak a szekszárdi női kosárlabdát. Mi is már megkötöttük a szponzorációs szerződést, illetve most van folyamatban, tehát hasonlóan a tavalyi évhez ugyanabban a pénzösszeggel tudjuk támogatni a KSC-t, és ugyanazzal a pénzösszeggel Taós oldalon is tudjuk támogatni, tehát egy két irányú támogatásban részesítjük a csapatot, tehát reméljük, hogy az idei év zárása sikerülni fog, az idei szezon zárása sikerülni fog. Reménykedünk, hogy ez a vírus azért nem jön vissza annyira, mint amennyire jósolják, és hát bízunk abba, hogy a csapat a szokásos szintet fogja hozni, és abba az első 4 helybe be fog futni, remélkedünk. Köztudott, hogy a nemzetközi kupák valamelyikében való szereplés, főleg ha a csapat eljut a legjobb 8 közé, ahogy a szekszárdi csapat is tette, mindez több 10 milliót is felemészthet. Mi azt ígértük, hogy akármilyen külföldi csapat jön, akármilyen
fontos meccs van, és a vendéglátással tudjuk segíteni a csapatot, akkor a vendéglátással szálláshelyel minél többet szeretnénk segíteni. Ez azt jelenti, hogy minél többet eljut a kupába, minél magasabb szintre, annál többet tudjuk szponzorálni a csapatot. Úgy gondolom, hogy nem csak a spanyol, hanem a portugál, a francia, a cseh, az olasz, a szlovák, mindenki körülnézett, és itt megtetszett neki ez a környék. Ezt azért tudom, mert mindenki utána megdicsért a környéket, a vendéglátást, a szobákat, tehát mindenkit jól érezte magát. Bodrék amellett, hogy működtetik a hazai mérkőzésen az úgynevezett VIP részleget, úgy is segítenek indirekt módon, hogy az itt járt külföldi csapatoknak illik hasonló színvonalú szálláshelyet biztosítani a KSC-nek. És a Nemzetközi Kosárlabda Szövetségnél is minden bizonnyal szerez magának egy piros pontot a szekszárdi csapat, ami sportdiplomáciai szempontból kifejezetten előnyös. Háromszor végzett már a megyei másodosztályú labdarúgó bajnokság élén a Bonyhád Börzsöny labdarúgó csapata. A kis település gárdájában remek egyveleget alkotnak a börzsönyi és a bonyhádi fiatalok, valamint a Bonyhádról érkező, olykor már levezető, rutinos játékosok. A tartós sikeresség zálogának tekinthető az a közösségi összetartás, ami az örömfoci okán más területeken is jellemzi a börzsönyi csapat játékosait. Bonyhád Börzsönyben a kistelepülés futballmúltja és a jelen ünnepi találkozása is volt minap a jótékonyságot szolgáló öregfiúk torna. Miután véget ért az öregfiúk csatározása, lezajlott az ő eredményhirdetésük, Bonyhád Börzsöny megye 2-es, hivatalosan 2-szeres, nem hivatalosan már zsinórban 3-szoros bajnokcsapatának játékosait kérték a pulpitos elé. 2 megnyert bajnokság után a harmadik, mint ismeretes, félbeszakadt, ám a 3 tavaszi forduló után a börzsönyiek álltak most is az élen, így okkal ünnepelték magukat újra, érmeket és ehhez szükséges serleget más csapatokhoz hasonlóan maguknak előállítva. Első helyen zártuk a tabellát, amikor sajnos a vírus miatt úgy döntött a labdarúgó szövetség teljesen jogosan, hogy beszünteti a bajnokságot. Nem tudom, hogy mi lett volna, ha, de úgy érzem, hogy nagyon egységesek voltunk, és a legjobb formában voltunk. Vannak ingadozások több mindenkinek az életében, lehet, hogy lett volna nálunk is, de jó formában voltunk, szerintem megnyertük volna. Bonyhád Börzsönyben évtizedek óta megvan az a 3-4 helyi játékos, akikhez csatlakoznak a nagy Bonyhádból kiöregedő, de még futballozni akaró játékosok, de olyan fiatalok is, akiknek megfelelő perspektíva a megye 2. A siker titka a foci tudáson túl az a közösség, ami itt évtizedek óta kialakult, illetve stabilizálódott. Emiatt is tudták az elmúlt években legyőzni legnagyobb riválisaikat. Mivel csak 3 mérkőzés ment le, azért voltak. Tehát én azt mondom, hogy a közvetlen riválisok, ugye, akik ott voltak, egy Mórágy, egy Fad, egy Madocsa, velük az összes mérkőzésünk ugye vissza volt, de sajnos nem tehetünk róla, nem tudtuk lejátszani. Mi álltunk volna elébe, nyilván ők is focizni szerettünk volna, sajnos az élet közbeszólt, és így alakult. Meg kellett küzdeni az előző években a bajnoki címért. 2 évvel ezelőtt csak az utolsó fordulóban dőlt el az elsőség. Tavaly pedig 3 körrel a zárás előtt lett bajnok, a Hosnyánszky Zsolt irányította, dirigált a csapat. Az eredmények alapján most már azért elég vonzó lett Börzsönybe játszani, hiszen ha körbenézel, azért jó a pálya, jók a körülmények, eredményes a csapat, tehát szívesen jönnek ide, de nyilván azért megnézzük, hogy ki az, akit szeretnénk mi leigazolni, mert nem mindenkire van szükség, tehát olyan ember kell, aki csapatjátékos, beleillik a csapatba, vállalja ezeket a dolgokat, és úgy tud inkább idejönni. És nem a pénz a motiváció, amely már a megye 2-ben is némely csapatnál bizony jelen van, de a bajnoknál éppen ellenkezőleg. Itt mindenki a sporták szeretetéért és a labdarúgás szeretetéért játszik, illetve amit már említettem az előbb, a csapategység miatt, tehát olyan csapatot sikerült kialakítani, nagyon nagy része a társaságnak, barátok, akár a pályán kívül, és egy ilyen közösségbe inkább szívesen jönnek játszani. Mi itt azért játszunk, mert szeretjük ezt a játékot, és szeretünk eredményt is elérni, de a legfontosabb, hogy együtt egymásért küzdünk minden hétvégén, edzéseket is komolyan vesszük, és ennek így van értelme, másképp szerintem nincs. Nevezhetnénk Bonyhád 2 fiók csapatának is a Börzsönyt, de beintegrálódva a városi egyesületbe, állítják a helybeliek, nem lenne az, ami már évtizedek óta a Bonyhád Börzsöny.
Börzsönyben már nagyon régóta létezett labdarúgás, ami egyszer aztán félbeszakadt valamikor a 70-es évek végén, 80-as évek elején, és ugye újraélesztve 1992-ben lett, azóta létezik újra a Börzsönyi Sportegyesület, és folyamatos az a pálya, amin most is játszunk, ez már akkor is megvolt, az, hogy mostani utóbbi években ezt folyamatosan próbáljuk azért csinosítani, de természetesen akik most például az öreg fiúk tornán ma itt voltak, ők évekkel ezelőtt már tizenévekről beszélünk inkább náluk, ők szerepeltek itt éveken keresztül a csapattagjaként. És jó esély van arra, hogy a maiakból álljon a közeljövő öreg fiúk csapata, előbb vagy utóbb, és arra is, hogy hosszabb távon megyekettes élcsapata maradjon a kicsi Ponyhád Börzsönynek. Megszakította a Szekszárdi Sportközpont atlétikai szakcsoportja már hosszúra nyúlt versenynélküliséget. A szekszárdi viadal a futóügyességi és dobószámok legtöbbében több száz résztvevővel zajlott le egy nap alatt a sportközpont atlétikai pályáján. A szervezők okkal büszkék arra, hogy a vírus lecsengése után ez volt az első komolyabb verseny az országban. Régen volt már igazi, komoly, sok szakágat felölelő verseny idehaza atlétikában, szabadtéren. Az Országos Szövetség meglehetősen óvatos a vírus utáni újraindítást illetően, és ez nem igazán jó az atlétáknak, akik országszerte rettentően vágynak már arra, hogy versenyezhessenek. Éppen ezért volt nagy sikere a Szekszárdi Sportközpont szakcsoportja és a Sportvélemény Alapítvány szervezte hiánypótló országos versenynek a Szekszárdi Atlétikai Központban, amit a minap rendeztek meg. Nem csupán a Dél-Dunántúli kisebb-nagyobb klubok érkeztek, hanem a főváros és környékét, sőt az alföldi klubokat is megérintette a szekszárdi verseny híre, amiért nem győztek hálálkodni a versenyek szervezésében egyébként is jeleskedő főszervezőnek, Scherer Tamásnak, a Szekszárdi Sportközpont szakági edzőjének. Hát mondhatjuk azt, hogy ez az első olyan teljes verseny a COVID-19 után, ahol szinte minden versenyszámot és minden korosztályt megszólítottunk. Azt beszéltük, hogy a kalapácsvetést és a rúdugrást azt most kihagyjuk, de az összes többi versenyszám megtalálható a palettán. Több olyan versenyszám, ami fedett pályán, akár a dombóváriak, bonyhádiak, szekszárdak, közösen voltunk döntőbe, újonc súlylökés, vagy egy 60 méteres síkfutás, akik most 100-on futottak az IFI-be, tehát ismerik egymást a gyerekek, és ehhez jöttek a régión kívül olyan ellenfelek, akik szintén ott voltak ezekben a döntőkben, úgyhogy egy erős mezőny gyűlt össze néhány versenyszámban. Az érdeklődés fókuszában volt több kiváló korosztályos, Tolnamegyét képviselő atléta is. A Szemerei Levente akadályfutására mindenképpen kíváncsiak vagyunk, azt hiszem nem csak mi szekszárdiak, hanem mindenki. Emellett Szilágyi Peti már futott 100-on, egy kiváló 11.43-at, és nagyon kíváncsian várom én a férfi magasugrást, ahol Erdélyi Zoltán visszatért, és edzésen már jó eredményeket produkált, valamint a nemrég Kecskemétre igazolt Németh Mátyás, aki múlt héten 2.05-ös egyéni csúcsot ugrott, egy jó kis küzdelem alakulhat ki belőle. A 100 méteres síkfutásban a dombóvári atlétika új süttető ifjúsági sprinter tehetsége és már bajnoka is, Iberhard Bence volt az egyik esélyese a futamnak, aki a szakemberek szerint betöltheti a távozó Farkas Bence után keletkezett űrt a dombóvári szakosztálynál. Narancssárga felsőben a 4-es pályáról rajtolt el Tarimre tanítványa. Íme a szoros remek verseny egyikére egy jó példa. A dombóvári sprinter győzött, de rá jellemzően most sem volt elégedett, noha neki is a hosszú szünet után ez volt az első versenye. Azért egy 11-20-at elvártam volna magamtól, de hát ez lett. A Honvéd kupán és más júliusi versenyeken meg lehet az a bizonyos 11-20, annál jobb is. Ez edzője szerint az elmúlt 3 hónap kihagyása ellenére is benne van a srácban, aki párját ritkító vasakarattal kőkeményen edz. Nagyon akar. Igen. Nagyon akar. Na most ezért nyerte meg az OB-t is, mert borzasztó mód akart. De van az, amikor a mozgást görcsössé teszi, akkor hátráltatja. Ma azt láttuk, úgyhogy. 27 egyesület képviseletében valamennyi korosztályban a kalapácsvetés, a rúdugrás és a gyaloglás kivételével a sportág összes szakágában zajlottak versenyek,
a Szekszárdi Sportközpont rekordtán pályáján. A déli régió második fordulójával folytatódott a Rally 3 szezonja. A Bakonya Rally a Szopjanet kupáért elnevezésű futamon a Rally 3-as versenyzők mellett a licenszes párosok is indultak. A korábbi vírushelyzet miatt a versenyzőknek most minden megmérettetés jól jön, hogy teszteljék autóikat. Vasárnap 7-szer tették meg a Bakonya és Kővágó Töttös közötti szakaszt a versenyzők. A Bakonya Rally a Szopjanet kupáért elnevezésű futamra 28 nevezés érkezett a Rally 3-ra, és 17 páros jelezte indulási szándékát a licenszes mezőnyben. A verseny a déli régió második fordulója volt. Az újonc réptestvérek előfutóként indultak. Pálya nagyon jó, kettő körön vagyunk túl eddig, az elsőt egy kicsit okos, hogy nyugodtan, most egy kicsit bátrabbak lettünk. Amúgy nagyon, nagyon tetszik a pálya is, kis ritmusos, tempót is lehet menni, úgyhogy boldogok vagyunk. Navigátorom is rendkívül jól teljesít. Szerintem így elsőre tökéletes. Az autó bírja, reménykedjük, hogy kibírja a végét is. Aztán majd meglátjuk, elő lehet, hogy egy kis gumicserére szükség lesz, de majd a kör után kiderül. A testvérpár a szlalomverseny után most gyorsasági szakaszon tesztelte az autót. Kicsit jobban bele lehet menni a kanyarokba, kicsit csúszkáljunk, hát most még tapogatózunk igazából, úgyhogy hát jó megy. Most azért pénteken volt még egy váltócserénk, úgyhogy az ilyen gyorsba, éjszakai műszakba, igen, jó lesz. Én nagyon élvezem, hogy így hát ismerjük egymást, és ezért tudjuk, hogy mit, hogyan, mikor kell azt mondanom, hogy most fékezünk, mert nagy lesz a kanyar, mindig akkor azt így jó. A pályát mondom igazából, és hát pont ez, hogy figyelek, hogy mikor érzem azt, hogy nagyon tempóban vagyunk, és most azért vissza kell venni egy kicsit, meg hát ugye mondom, hogy mikor indulunk ki az időellenőrzőbe, utána a rajtba megyünk, úgyhogy ezek. Kovács Roland és Hering László a P12-es kategóriában nevezett. Roland 10 éve versenyez, véleménye szerint az egyik legjobb Rally 3-as pálya a bakonyai. Igazából a végén kéne egyszer az elágazóba rendesen befordulni, és nem az erdőbe. De amúgy másra nem igazán kell figyelni, hál' az Istennek. Pálya még mindig jó, néha vannak alkatrészek, szanaszét az úton. Amúgy minden rendben van vele. Az elsőhöz képest nagyon sokat javítottunk, irreálisan sokat. Nem is értettük, hogy hogyan. Most kettővel rosszabbat jöttünk. Szóval ez az elágazásban a kalandot nem nagyon tudunk megállni, aztán mindig van egy kis javítani való. Igazából ennyi. Majd sikerülni fog a nap végére. Én még azért tanulom ezt a navigálást. Én a Kisvaszori pályán se tudtam végigmenni, ott föl is adtuk, leadtuk a menetlevelet, most megpróbálom végig teljesíteni. Remélem, sikeres lesz a nap vége. Reméljük. Zsebe Gábor már rutinos pilóta. Hétvégén licenszesként indult, hiszen a Rally 2-ben versenyez. A vírushelyzet miatt azonban mindenhol elindul, hogy járassa a kocsit, a jól bevált Felíciát. Tesztelni jöttünk, meg hogy jól érezzük magunkat. Úgy néz ki az időjárás. Jó, mi is jól érezzük magunkat, úgyhogy tökéletes lesz ez a hétvége. Idén volt, sajnos volt időnk fölkészíteni az autót, mert ugye a vírus miatt elmaradtak a versenyek. Eddig elégedett vagyok vele, minden rendben van, reméljük, hogy marad is ez egész évre. Ez a pálya, ezen mi már nagyon sokat mentünk, mert általában ez szokott lenni valamelyik irányba, a meccsek rally előtt a tesztpálya. Egy technikás pálya, én úgy gondolom, hogy ez az autómnak kicsit jobban fekszik, mint a gyors pályák. Én szeretem ezt a pályát. Ifjabb Érdi Tibor is tesztelni jött Bakonyára. Célja, hogy megvédje Európa-bajnoki címét a csonka szezonban. Ugye egy évet kihagytunk ezzel az autóval, egy másik típussal mentünk. Rázodunk szépen lassan visszafele. A időkből azt látjuk, hogy az utolsó két nekifutás az egyforma lett, tehát ide tudtunk visszafejlődni. Megpróbálunk az autón állítani és még egy kicsit javítani az időn. Az autó jó, a pályák azok szenzációsak, itt a meccsekben mindig öröm versenyezni. Az Európa-bajnokságon szeretnénk indulni ezzel az autóval és megnyerni ezt a kategóriának, ennek a kategóriának az Európa-bajnoki címét ismételten. A verseny 69,6 km ösztávból és 41,6 km gyorsaságiból állt össze. A réptestvérpár sikeresen teljesítette mind a hét szakaszt. A Kovács Roland Hering László páros pedig kategóriájában a második helyen végzett.
Az MB3-ba feljutott Majosi Ese csapatát fogadta a másodosztály újonca Szent Lőrincese szombaton. A házigazdák a tavalyi keretből minden játékosnak megadták a bizonyítási lehetőséget az elmúlt két hétben, a mostani mérkőzésen pedig rajtuk kívül a próbajátékosokat is tesztelték. A szakmai stáb a találkozó után döntött arról, hogy kik folytathatják a munkát az MB2-es keretben. A mérkőzés végeredménye Szent Lőrincese, Majosi 2-3. A Szent Lőrinc csapata az előző szezonban hatalmas sikert ért el azzal, hogy feljutott a másodosztályba. Az új vezetőedzővel, Mariánsz Lukával két hete készül a gárda. Az első edzőmérkőzést az MB3 újonca, a Majosi Ese ellen játszotta a csapat. A találkozón a tavalyi keretet és a próbajátékosokat tesztelte az új Szent Lőrinci tréner. Én azt mondtam a srácoknak is a meccs előtt, hogy ez egy rész felkészülésnek, és fontosak. Nem így akartunk kezdeni, csak azt mondom, hogy nálunk voltak a próbázók, volt egy sok nagyon, nagyon fiatal csapat, mindenkit fél időben felálltuk a nagyon fiatal csapattal. Én mondtam, hogy a két hét kaptak a lehetőség összes játékos, aki keretben volt, két hetet, mai napon ez a idő leárt, és mai napon fogunk eldönteni, hogy kivel lehet számítani. Én tiszta képet kaptam, akartam látni a srácokat, hogyan reagálnak a meccsen, milyen teljesítményre képesek. Mai mérkőzés után le fogunk ülni, és akkor fogunk eldönteni, hogy ki marad keretbe, aki nem. Érezhető volt, hogy nagyon sok fiatal játékos volt a pályán, aki még a felnőtt fociba sajnos nem játszottak, vagy nagyon kevésen játszottak. Azt mondom, hogy innentől kezdve már nekünk a minőségi játékosokra kell szponsorizálni, és olyanokat fogunk keresni, hogy erősítsük a csapatomat. A Majosi Esének ez volt a negyedik edzőmeccse. Tihanyvári László elégedett volt a csapattal, holott 10 hiányoztak a keretből. Ha megmondom őszintén, nagyon régen edzősködtem MB2-t, MB3-ba, nekem teljesen új a közeg. Azért is kötöttem le a nívós jó ellenfelekkel az edzőmérkőzésre, hogy lássuk, hogy mit kaphatunk, mire vagyunk képesek. Ugye Szerdán Pápán voltunk gyerekek, megmutattam, milyen egy volt MB1-es csapat, a pálya, stb., hogy ezt a milliót kapják, de természetesen jobb játékosokkal, jobb ellenfelek ellen. Azt is megmondom őszintén, hogy nagyon mélyről indultunk. Tehát amíg egy Szent Lőrinc edzett, stb., addig mi 3 hónapig semmit nem csináltunk. Most kezdtük, 3. hétvégén vagyunk, például járnak a gyerekek, annak elő, hogy ma tényleg le a kalappal előttük, mert azért a Szent Lőrinc, az MB2-es Szent Lőrinc nem szívesen találkoznak, mert biztos, hogy jó csapat lesz, de azt mondom, és hát ami nagyon fontos, 10 hiányoztak. Dolgoznak, stb. Egyéb személyes okok miatt. Én úgy gondolom, azt is mondtam nekik, aki kapunk 4-0-ra, az se érdekel. Egy a lényeg, hogy tapasztaljuk meg gyorsabb játékot, a jó játékosok, akik párharcokat, stb. Térképezzük fel azt, hogy milyen ellenfeleket számíthatunk. Hát pont most Pikler Gabi barátom, akit ugye 11 évig neveltem, annak idején az utánpótlásban most mutatta meg az MLS kiírását, amit tegnap este tettek föl, hogy 5 kieső és a legrosszabb 6. is kiesik, így nagyon nehéz lesz. Megmondom őszintén, hát a 20 csapatos 3 kiesővel azt mondom, hogy lenne biztos esélyünk talán, hogy bemaradjunk, így élethalál harc lesz. Szeretném bemaradni mindjárt elsőre, de nagyon nehéz lesz biztos. Ezt a találkozót 3-2-re a Majosiak nyerték. A Szent Lőrinci szakmai stáb a találkozó után döntött arról, hogy kik folytathatják a munkát az MB2-es keretben. Intenzív nyári napközit tart több héten át az Aranyszalag pécsi RGS-e. Az egyesület főprofilja a ritmikus gimnasztika, de a látványtáncot is nagyon szeretik a gyerekek. A pandémiás időszakban mindössze 1-2 hetet hagytak ki a versenyzők, utána online edzéseken vettek részt, majd szabadtéren kezdték meg a munkát. Most azonban már a megszokott körülmények között tornateremben edzhetnek. Lelkesen gyakorolnak a lányok, még a kicsik is örülnek, hogy az online és kinti edzések után végre újra a tornateremben lehetnek. Azért szeretem, mert én nagyon szeretem az ilyen pörgős sportokat, meg az ilyeneket. Ez a tábor, ez milyen? Szereted ezt a tábort? Igen, nagyon. Most én karikás feladatokat sokat szoktunk kapni, meg a gyakorlatokat szoktuk nagyon sokszor gyakorolni, mert ugye azzal meg már versenyre is kell majd menni. Én azt szeretném elérni, hogy majd ilyen nagy, hogy majd nagykoromban is ergézzek, és mindent tudjak megcsinálni. Mit szeretsz te az RG-ben? Mondd el nekem, légy szíves!
Azt, hogy majd fogok versenyezni. És most mit kell ma csinálnotok? Elmondod nekem? Hát gyakorlatokat. Uh-huh. Karikával. Karikával? Hogy kezdődik egy napotok? Elmondod, hogy ide jössz, akkor mit csináltok? Levetkőzünk, játszunk, azt utána pedig melegítünk, és utána csináljuk a gyakorlatokat. A 11 éves aranyszalag pécsi RGS-e fő profilja a ritmikus gimnasztika, de a látványtáncot is nagyon szeretik a gyerekek. Az egyesületben jelenleg 150 gyerek sportol. A nagymúltú egyesület március 7-én rendezte meg szezonnyitó nemzetközi versenyét, de akkor senki sem gondolta, hogy ez lesz egyben az utolsó is a tavaszi idényben. A pandémiás időszakban mindössze 1-2 hetet hagytak ki az RGS-ek és látványtáncosok, utána online edzéseken vettek részt, majd szabadtéren kezdték meg a munkát. Most azonban már a megszokott körülmények között tornateremben edzhetnek. Jelenleg több edző vezetésével intenzív nyári napköziben készülnek a sportolók. Elkezdtük a felkészülést a szövetségi versenyekre, mert nekünk az első szövetségi verseny az októberben már lesz, és a Magyar Ritmikus Gimnasztika Szövetség áttette tulajdonképpen a márciusi időszaktól gyakorlatilag az összes szövetségi versenyek a október, november, december hónapra, így akkor elég kemény lesz így a felkészülés, és ezért határoztuk el, hogy a nyári időszakot kihasználva fölkészítjük egyrészt a kicsiket és a nagyokat is, hiszen azért nekünk 33 gyerekünk versenyzik különböző kategóriákban, itt harmadosztályon, másodosztályon, illetve a berci kategóriában is, és hát ez elég nagy munka, hogy mindenki tisztességesen, becsülettel föl tudjunk készíteni a versenyekre. Egy-két kislány most még nincsen, nagyon minimális volt, hál' Istennek. Ugye a ritmikus gimnasztika az ilyen szerelem sporták, ha valaki egyszer belekóstol, akkor nehezen engedi el, úgyhogy hál' Istennek azért nagyon sokan vannak itt most is, jelenleg is velünk, úgyhogy van most 28 kislány, aki tornázik. Reggel 8-ra jönnek, úgyhogy nagyon sokat nem alszanak, akkor tréning, aztán van egy 10 órai szünet, és a 10 órai szünet után vannak a gyakorlatok, szertechnika, illetve gyakorlatos szállítások, és amit láthattok is, hogy több csoportban folynak az edzések, mindenkinek azért a képesség, illetve életkor alapján is, illetve vannak azért itt kiugró képességű gyerekek, de mivel mi egyénileg foglalkozunk ugye a gyerekekkel, itt rengeteg gyakorlatösszeállítás történik, és megpróbálunk hát mindenkit úgy, hogy mindenki megkapja a gyakorlatát, és hogy azt tudja gyakorolni. A kisebbekkel Daniella foglalkozik az intenzív napköziben. Én nem voltam soha RG versenyző, én táncos vagyok, nekem ez a végzettségem, és nekem ez úgy jött lehetőségként, hogy az Anett megkeresésével ide tudtam az egyesülethez elhelyezkedni. A nagy meleg miatt azért óvatosan szoktuk a gyakorlatokat összerakni, mindenki kap vagy szabad gyakorlatot, vagy szergyakorlatot, illetve a látványtánc gyakorlatokat is összerakjuk. Önök Pálya című sportmagazinunkat látták. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!